Sziasztok mindenkinek! Köszönöm szépen, jól vagyok. Már 7 éve lakunk Győrbe családommal. Kisfiam 8 éves, 6 éves a kislányom. Mind a két gyerekem hál' Istennek sportol. Én is a kézilabdá körökben, meg kézilabdá világban maradtam, úgyhogy így is láthatok titeket is. Hát lehet, hogy meg fogtok lepődni, de legerősebb emlékeim nem a pályáról szólnak, hanem inkább, vagy a meccsekről, hanem inkább az edzésekről, edzés után előtti beszélgetés, barátság, építés, kávézás, együtt sírás, együtt ünneplés, meg igazából ez egész családi érzés akkor, amikor itt játszottam. Persze, hogy tartom a kapcsolatot, tartottam is régebben. Szinte mindegyik a első magyar tanárom között tartozik. Lovász Zsuzsi, Hornyák Ági, Görbe, a Mörtel Rennyivel is találkozok, Meiman Ibivel, hát nem akarok felsorolni, Dufival, Petróci Vikivel is. Úgyhogy tartom a kapcsolatot, és örülök is, ezek a kávézások is nagyon kellemesek. Nem úgy érzem, hogy csak nekem vannak jó emlékeim a szurkolókról, hanem szurkolóknak is róla, amivel nagyon sok ismerős arcot láttam meccseken, városban, szívesen beszélünk egymással. És mit üzenek nekik? Hát az, hogy nem kell se több, se kevesebb. Maradjatok olyanok, amilyenek vagytok, az elég. Sziasztok, majd meccsen találkozunk!